Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a szomszédos Págis iskola igazgatónőjét, tantestületét, egykori dolgozóit, és természetesen titeket, fiúk. Számomra nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a legkedvesebb ünnepünkre, karácsonyra, itt a Szentlélek hajlékába készültök föl lélekben. Annál is inkább, mivel jövő évben lesz 30 éve, hogy ez a templom felépült. És ti még annyira fiatalok vagytok, hogy nem sok mindent tudtok az egészről. Amikor mi ezt a templomot elkezdtük építeni, akkor a ti iskolátok volt az utolsó épület, ami állt itt Marcalvárosban, más csúnya neve volt annak idején, azt nem emlegetjük már, nem érdemli meg. És nekünk olyan támpont volt, hogy a Fehérházzal szemben ez a fehér templom épült, a lélek temploma, a fiatalságnak a temploma. És ma, amikor mi az Úr Jézus Krisztus születésére gondolunk, és azt próbáljuk megeleveníteni, akkor én, mint lelkipásztor, nem állhatom meg, hogy ne szóljak hozzátok, akik itt a szomszédban vagytok, vagy akik az Apor kollégiumban vagytok, vagy bármilyen formában már ismerlek benneteket. Hogy ez az ünneplés, közös ünneplés az iskola nagy családjába legyen egy kezdet a ránk köszöntő napokra, hogy találjatok el ahhoz, aki titeket ma itt az ő hajlékába befogad. És ahogyan a Szent Család egykor szállást keresett és kopogtatott az ajtókon, és nem talált befogadásra, ezt Szent Lukácsnál olvashatjuk, de még velősebben fejezi ezt ki, ugyanezt a tényt Szent János evangélista, a maga evangéliumának a bevezetőjébe, a prológusába, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, és az ige testé lett. Közénk jött, övéi közé jött, de övéi nem fogadták be. Az Anyaszent Egyház 2000 éves történelme folyamán oly sokszor megtörtént, megtörténik ma, hogy az ige kopogtat. Jézus kopogtat az ajtónkon, szállás kér, befogadás kér. Halljátok meg az ő halk szavát, amit olyan finoman, diszkréten tesz, nem tulakodva, nem kiáltozva, nem is hörögetve, bocsánat a szóért, hanem a lélek finomságával, a Szentlélek hajlékonyságával, ahogyan a Szentlélek erejéből testesült meg az ige, úgy itt a Szentlélek templomába is szeretne egy picit a ti szívetek, a ti lelketek hajlékába lakást venni, ahogyan egykoron Máriában lakást vett, és fölvette magára a mi emberi természetünket, hogy meg tudjon váltani. Csodálatos dolog ez, az Isten oly alázatos tud lenni, hogy minket, embereket tart fontosnak, hogy befogadjuk őt, és nálunk kapjon lakást, befogadást, és miután bennünk lakik, ahogyan a mai evangélium szólt arról, amikor Mária örömében, mint áldott édesanyja, másik áldott édesanyjához, Erzsébethez elment énekelve, és a két gyermeket váró, áldott állapotban lévő édesanyja köszöntötte egymást, és Mária segíteni ment. Mert ki tud segíteni? Nem a szomorú, a depressziós
az önmagába zárkozott ember, hanem az, aki hisz, az tud boldog lenni, és a boldog ember tud segíteni. Erzsébet azt mondta Máriának, boldog vagy te, aki hittél. Boldogok vagytok ti, akik hisztek, boldogok vagytok ti, akik keresitek még Jézust, és mi szeretnénk fölkínálni ebben a templomban, ezen találkozás alkalmával, bármilyen gondotok, problémátok van, a szívünk tárva, nyitva van. Igazgatón ön keresztül, tanárokon keresztül, kérem a jelzést, milyen útját, módját tudnánk megtalálni, hogy ezek a derék fiatalok, akik minden jóra, szépre vagytok meghívva az életbe, bennetek is találjon lakást az élet igéje, a teremtő ige, Jézus Krisztus, a megváltó, a szabadító. Oly sok testvéretek, fiatal barátotok szenved különböző rabszolgaságba, akár cigaretta, akár alkohol, nem is beszélve az egyéb dolgokat, ami az embert rabságba tartja. Az Isten felszabadít bennünket a maga csodálatos szabadságára, és ennek a kezdete karácsony. Ezért kérjük itt a lélek erejét, hogy segítsen benneteket eme közös ünnepség alkalmával, és az ünnepek alatt, hogy aztán ti is tudjatok másokat boldoggá tenni hitetek által az ünnepek alatt, amikor sok-sok emberrel találkoztok. És talán nem sok imád tudtok már, de ne feledjétek, az angyal köszöntése után, amikor Mária elmegy Erzsébethez, akkor az üdvözlégy Máriába, amit imádkozunk, mint Erzsébet mond Máriának, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse a Jézus. Ha majd ezt az egyszerű imád imádkozzátok, és így köszöntitek Máriát, édesanyánkat, édesanyáitokat mindannyian szeretitek, és kapcsoljátok össze ezzel az imádsággal, amikor édesanyáitokért imádkoztok, és a szűzanyát köszöntitek, hogy ti is elnyerjétek Márián keresztül az ő áldott méhének gyümölcsét, Jézust. Így kívánok nektek, tanáraitoknak, az egész iskolának, egykori dolgozóknak, a kisded Jézustól megáldott, boldog, örömteli karácsony szeretetben, békességben. Mert ezt a békességet hogyan érjük el, ahogyan a karácsonyi énekünk mondja, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Miért nincs békesség a földön? Mert elfeledkezünk az előzőről. Nem adjuk meg a dicsőséget Istennek, és ezért nem találjuk meg a békességet a földön. Hát legyen részetek ebben az igazi békében, az isteni békében, amelyet kívánok nektek, szüleiteknek, hozzátartozóitoknak, és mindazon barátaitoknak, barátnőiteknek, akikkel az ünnepek során találkoztok, és érezzétek meg legalább most ezen karácsony alkalmával ennek az igazi boldogságnak és áldott életnek a jó ízét, ezt adja meg kisded Jézus a maga bőséges áldásával. Köszönöm a türelmet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
karácsonykészül emberek, szépek és tiszták legyetek. Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek. Legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek. A készülődés, a várakozás perceiben köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhetünk, hisz közeleg az év legboldogabb napja, a születés ünnepe, a karácsony. A keresztény világban a karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, Isten egyszülött fiáé, a megváltóé, így élik meg 2000 év óta milliárdnyian, erőt merítve és erőt adva. Melegség tölti el szívünket karácsony közelettével, egy-egy pillanatra megállunk, a rohanó világban, és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat, és minden szépséget, jóságot elraktározunk lelkünkben, hogy ebből meríthessünk a elkövetkezendő új évnapjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok jelentik a szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Ma, amikor meggyújtjuk képzeletbeli karácsonyi gyertyáinkat, és emlékeztetjük magunkat a szeretet fontosságára, egy pillanatra megállunk az örök körforgásban. Megállunk, és a karácsonyi fények tükrében magunk mögött hagyjuk a rémisztő árnyakat. Őrizzünk meg magunknak minél többet az ünnepből. Vigyük magunkkal a karácsony fényeit, építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. Márai Sándor találóan fogalmaz. Ha az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Magam és diáktársaim nevében kívánok ilyen varázsos, szeretetteljes, kegyelemben gazdag, boldog karácsonyt. Kérem, fogadják szeretettel ünnepi műsorunkat. Tudod, ünnep lesz megint, össze kéne jönni mind. Kicsit búcsúzunk megint, kicsit változunk megint. Elfáradt egy másik év, ahogy tudott, úgy adott. Amit elvitt, itt sem volt ködbe rajzolt halványkép. Bárcsak az égiek vigyáznának ránk, hogy látni lényeget megtanulhatnánk. És bárcsak az égiek egyszer vezetnének úgy, hogy bárhova indulunk, vigyen tiszta út. December van, ünnep hónap, itt az ideje a hónak. Pár pia is elég lenne, ide hullna tenyerembe. Rövid a fény, gyorsan halad, későn kell fel reggel a nap. Paplanomba gömbölyödök, szuszmorászni, mint a sünök. Burkolózni jó melegbe, fücsülni a fergetegre. Akarva vagy nem akarva, jót aludni betakarva. Úgy vágyódom csupa jóra, mint a mező puha hóra vár. Vár, mintha a napra várna, paplan alatt lágy az álma. Zúzmar a csillan a fákon a fényben, rezzen a bokros, lebben a szél. Hópia szállong, táncol a légben, halkanosomva, itt van a tél. Hópia álom, szálljon a földre, földre köszönjen, újra az ég. Égre emelje szemét az ember, embertől emberre áradjon fény. Minden advent kegyelem, vétkem jóvá tehetem. Minden advent vigalom,
Isten úr a viharon. Minden advent érkezés, átölel egy drága kéz, minden advent alkalom, győzhet saját magadon. Minden advent ítélet, így kellene, így élek. Szép tündérország támad fel szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, belehegeztem sebet a szívembe, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédek hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben, legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, s ne csak így decemberben. Kis koszorún gyertyaég, üljük hát körül. Ennyi tűz is épp elég, annak ki örül. Jó, hogy senki nem siet, lassú este lett, gyertyafényben itt ülök, én is veletek. Szemünk egymást tükrözi, fény a közepe, beszélgetős vacsora, nincs vége sose. Ünnep lett a pillanat, kislánk hozta fény, legyen gyertya máskor is az asztal közepén. A puha hóban, csillagokban, az ünnepi foszlós kalácson láthatatlanul ott a jel, hogy itt van újra a karácsony. Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig egy kis melegség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony. Van egy csoda, a karácsony csodája, amire várunk, és ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik, nem a feldíszített zöld fenyő alatt találjuk. Ezt a csodát máshogy kell keresni, máshogy lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, őszinte szívből jövő kívánságokban, szerető érzésekben érkezik. És kell lennél nagyobb ajándék. A következő 365 napban ezek kísérnek, ezek adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak, hanem csak is ezek. A karácsony nem elérkezik, hanem mi magunk hozzuk létre a varást. Ez a karácsony valódi csodája. Puha ködbe burkolózva, mint a téli csillagok, néznek, titkon sejted őket, gyermekarcú angyalok, érthetetlen, halhatatlan, csöndbe mártott dallamok, fellegekből leskelődő, láthatatlan angyalok. Csillagpor szórnak ma angyalok, s idelen szeretetté válik. Fényként szűrődik az ablakon, s a szívekben tovább világít. Járjon át téged is egy csoda, ez a szent karácsonyi béke, s angyaloknak csillagpura szálljon mindenki lelkébe. Angyalok tovaszálnak, de valami itt ragad, milliónyi szeretet, mely ajándék marad. Thank you.
Akkoron csillag gyúlt az égre, és rásugárzott a vidékre, és Betlehem fölött megállván egy rongyos istálló homályán tündöklött már a glória, ott ingecskében, szép fehérben, feküdt a jászol szentölében az Isten egyszülött fia. Jézus születése Lukács evangéliuma szerint. Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész föld kerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea, Názáret neve városából Júdába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely nekik a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és ének idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek, de az angyal így szólt hozzájuk. Ne féljetek, íme nagy örömet adok tudtul nektek, és az lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltó Krisztus az Úr Dávid városában. Ez lesz a jel. Találtak egy jászolba fektetett, bepójált gyermeket. Hirtelen mennyei seregek sokassága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz. Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott. Gyorsan útra keltek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő gyermeket. Miután látták, a nekik mondottak alapján ismerték fel a gyermeket. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok beszédén. Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat, és szívében egyeztette. A pásztorok hazatértek, dicsőítették és magasztalták az Isten mindenért, amit csak hallottak és láttak. Üzenem mindenkinek, hogy a csillag fényéből semmi sem kopott, értelme lett csak megszokott. Üzenem mindenkinek, hogy a gyermek ma is a testélet csoda, Isten jósága, mosolya. Üzenem mindenkinek, hogy a pásztor király egyaránt kedves ott, és előtte boldog lesz legott. Üzenem mindenkinek, hogy a bölcsek serege most is útra kell, elég nekik az égi jel. Üzenem mindenkinek, hogy a szívem ma is repesve fut felé, ma is azé, a gyermeké. Csak három ember kereste Jézust valaha régen, mikor fényes hajnali csillag kigyúlt az égen. Napkelet három szomjazó fia kereste, s meglelte Szalmán, jászóba fekve, karácsony este. Nem volt Heródes dús udvarában. Milyen csodás ez, pedig régóta tudták felőle, hogy nagy király lesz. Azt is tudták, hogy ő lesz a főpap. Igazi váltság. Salamon híres templomában mégsem találták. Csak a csillag húlt a fényét az éjszakából, odahol testé lett az ige, s bölcső a jászol. Isten fiának, akik keresték, szomjazó lelkek rá is találtak. Vigyük a hírt, az örömöt szét a három királlyal. Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Apróska kis csillagtüzek égtek szerte szét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa szerte a világ. Fényes csillag, vándorcsillag, három bölcsölött, reményt hozott, s reményt adott, ami görködött. Aztán fénye elhalványult, de ha akarod, minden évben, decemberben újra felragyog.
Tegnap harangoztak, holnap harangoznak, holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Isten nagyosan dicsérni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretre mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok s a három királyok. Én is mennék, énekelni mennék, nagyok között kis Jézusért minden szépet tennék. Új csizmám a sárban, százszor bepüszkolnám, csak az Úrnak szerelmemet szépen igazolnám. Harangok, szóljatok! Szóljatok, csengők! Tudja meg a világ, karácsony eljött. Zengétek, angyalok, zengétek boldogan. Tudja meg a világ, karácsony napja van. Ady Endre, karácsony. Harangcsendő, énekzendő, messze zsonga hálaének. Az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a messiás boldogságot szokott hozni. A templomba hosszú sorba indulnak el ifjak, vének. Az én kedves kis falumban hálát adnak a magasság istenének. Mintha itt lenn a nagy Isten szent kegyelme súgna, szállna. Az én kedves kis falumban minden szívben csak szeretet lakik máma. Bántja lelkem a nagy város durva zaja, de jó volna ünnepelni odahaza. De jó volna tiszta szívből úgy, mint régen fohászkodni, de jó volna megnyugodni. De jó volna mindent elfeledni, de jó volna játszadozó gyermek lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel kibékülni, szeretetben üdvözölni. Ha ez a szép reggel igaz hitté válna, ó, de nagy boldogság szállna a világra. Ez a gyarló ember, ember lenne újra, talizmánja lenne a szomorú útra. Golgota nem volna ez a földi élet, egy erő hatná át a nagy mindenséget. Nem volna más vallás, nem volna csak ennyi. Imádni az Istent, és egymást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra válna, igazi boldogság szállna a világra. Az ünnep azé, aki várja, aki magot szór ablakába, és gyertya vár az asztalán. A várok nem várnak hiába, egy angyal kopogott talán. Szánsuhogás az ablakon túl, vigyázz, kinézni nem szabad. Künn az angyalhad, térül, fordul, egy pillanatra látszanak. Karácsonyfát hozzák, hallod? Egy koppanás és leteszik, fényben úszik az üvegajtod, s megint suhogás, mi ez itt? Zöld angyaltól egy kis fenyőág, karácsonyszagú és meleg, gyújtsd meg a legutolsó gyertyát, ez az angyali üzenet. És be is mehetsz, vár az ünnep, és minden zárt ajtót kitár. A fa alatt angyalok ülnek, az ünnep azé, aki vár. Az ünnep örömét kívánom, minden jót tenék. Az ünnep nyugalmát kívánom, zárd békén az éved. Az ünnep reményét kívánom, az vidítsa lelked. Hívő szíved, hogy új napot boldogan köszöntsed. Kívánok én hitet, kedvet, szép szerelmet, hű türelmet, utakhoz fényt, csodát, álmot, békességes boldogságot. Igaz szót és égre kéket, emberarcú emberséget. Verseket, célt, igazságot, daltól derűs jobb világot. Bokrok mellé társnak fákat, napfényt, amely el nem fárad. Tekintetet szembenézve, éjt meg nappalt soha félve. Készfogásos tiszta csöndet, és mosolyból minél többet. Nagyon örülök, hogy a nagy rohanás közepette közösen megálltunk egy pillanatra.
Köszönöm Ferenc atya kedves szavait, köszönöm a Szentlélek templom kórusának gyönyörű ízelítőit a karácsonyi dalokból, a gyerekeknek és Kazóné Kardos Melinda kolléganőmnek pedig ezt a szép műsort. Mindenkinek boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és eredményekben, örömökben gazdag új esztendőt. A kollégáimat szeretettel várom az iskolába, fiúk, veletek január 3-án találkozunk. Jó pihenést, jó ünneplést, boldog ünnepeket!